Elnézést! Árnyék miniszter úr, ne haragudj, hogy megetem pillanatra. Először is vigyázzon, hogy nehogy elősön minket a kormány. Hallott-e róla, hogy vasárnap új államot alapít a kétfarkú kutyapárt? Nem. Új államalapítás, ünnepi légiparádé és közös tűzijáték nem nézés a budapesti városháza parkban. Szóljátok le a képet, vagyok. Képbe vagy? Képbe vagy annak kapcsán. Te nem tekered a cigit, hanem készen gyártod. Ez a kétfarkú kutyapárt vasárnap megalakuló államában nem így lesz. Csak is kizárólag állampapírból fogunk cegit tekerni. Kérlek, vegyél el egy állampapírt most tőlem. Most nézd meg most, az országod is milyen. Az van, hogy a kutyostattól érkeztünk, amely nem tudom, tudjátok-e, az egyetlen megbízható adathalász cég ebben az országban. És rossz véleménykutatást végzünk el éppen. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy miről van rossz véleményetek. Rossz véleményem? Ez nem hiszem, hogy itt kell rajta gondolkodni, mondjuk egy percig se. Hát arról van rossz véleményem, aki nem hagyja, hogy végig gondoljam. Szép. Drága a sör. Arra van megoldásotok? Hát egy például ne igyál kólát. Ez ingyen van, ingyen kaptak. Ja, az ingyen van. Ilyen se lesz az új országban, most nézd meg, ez ott van, az meg így. Miről van a rossz véleményed? Minden rossz. Azért kéne egy új polgármester, azért ide a hetedikbe is. Az új államban semmit nem bízunk a véletlenre, kivéve az alkotmányt. Mert azt úgyis majd módosítjuk. Tehát most történik pillanat, oda nézés nélkül, random kiválasztom a maja a kétfarkú kutyapárt új államának alkotmányát. És ez nem más, mint Magyarország új alkotmánya, Fazekas László, Kapukulcs a kő alatt című regénye. Már Max ide még rá tud írni még a szájára egy kicsit oda, még van egy csomó hely. El tudja magukat képzelni az új államban is, mint a legnagyobb örökös ellenzéki párt? Ha ez egy komoly kérdés lenne, akkor az lenne a válaszom, hogy nem vagyok jogosult a demokratikus koalíció képviseletére. Sajnálom. Nem ilyenekkel kell foglalkozni, pontosan azzal, hogy az emberekhez eljuttatni azt a üzenetet, hogy meg lehetne ezt csinálni, csak akarat és összefogás kéne hozzá. Az összefogás mindenek a titka. De akkor azt már tudod, hogy nem kell ahhoz elköltözni, hogy egy új országban ébredhess vasárnap reggel. Hoppá, nem tudtam. De most, hogy mondod, most már tudom. Ha figyelő tekinteted a Városháza parkra pár század éppen, itt már külföldi turista utak, arról a történelmi eseményről számolnak be előre, hogy úgy fog befordulni a Városháza park a történelmi könyvekbe, hogy itt alapult meg a negyedik köztársaság és az utolsó köztársaság is egyben. Most már tudom, mit érezhetett Árpád vezér, amikor a Vereckei hágón körbe tekintett az új Magyarországra. De akik tudják, hogy vasárnap a kétfarkú kutyapárt új államot alapít, azok meg látják az országot. Látják az akkumulátorgyárra átoperált gyerekeket, látják a tanárokká átoperált jagtulajdonosokat, látják a iskolákká átoperált jagtokat. Azért jó az az országtér. Az állam formája az olyan formája lesz, mint a Városháza park. Értem. Élőben jelentkezünk a Városháza parkról, ahol láthatjuk is, mert az asztórián valami ég, valami lángol, valami füstöl. Mi lehet az? Az Orbán kormány végnapjait éli, válságstáb jött létre, de végül ők is csak égetik a vonalakat, ha oda nézünk. Égnek vonalak, hogy új állam alapul, és ez így nem lesz rendben. Az, hogy megígéred, hogy ott leszel vasárnap az új állam alapításon is? Mindenképp. Mert akkor kaphatsz egy lovakkeresztet. Mindenképp. Tőletek várom el most azt a fajta morális tartást és erkölcsi önvizsgálatot. Méltó lovagok lennétek-e? Vagy egyikőtök ebben az új államban? Én szeretném azt hinni, hogy sokat teszek már ezért a nem létező országért is. Egy fél keresztet ide, meg egy fél keresztet oda lehet. Hát... Intézzük. Tudok rátok egyszerre tűzni egy lovagkeresztet? Igen. Hogy mindenkit lovaggártok tűzni. Vagy az van, hogy akkor vasárnap viszont így kell jönnötök, jó? Tehát ezt tudjátok hozni? Jó. Vasárnapot leszünk. A magyar kérfog úgy a párt országot vált. Államot alapít. Establishmentet dekonstruál. És lényegben megteremti egy szebb jövő alapjait minden erre sétálónak. Bombasztikus szlogenek. Szigorúan ellenőrzött galambok, workshopok, koncertek, beszédek, nem tudom. Már megnézem még mi van. Ja, még az izét elmondom, várjál,